Kalocsán találkozott a társadalmi ellenőrző információs és településfejlesztési társulás elnöke és alelnöke, hogy részt vegyen azon az online megbeszélésen, amelyen jelen volt többek között Süli János tárca nélküli miniszter, Steiner Attila a körforgásos gazdaságfejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár, Rétvári Bence országgyűlési képviselő, valamint az ITET, az Enyemtit és a TET társulás elnökei egyrészt aktualizálni kellene a társulások együttműködési megállapodását, együttműködési megállapodásokon frissíteni kellene. Tehát úgy gondoljuk, hogy olyan alapvető administratív jellegű problémák is vannak, ami az idő előre nyilván bármilyen megállapodásnál az aktualizálható lenne. Ennek jött volna el az ideje a 2020-as év derekán. Sajnos ugye, mint tudjuk, a pandémia átírt sok mindent több olyan aktuális kérdés van, amelyről a teit időszerűnek látta az egyeztetést, valamint különböző területeken célra vezetőnek látják a kiegészítéseket, frissítéseket. Elmit én szeretnénk tenni a hosszú távon az atomtörvénynek a módosítása, hogyha sorra kerül, úgy gondoljuk, hogy nem sokára mi azt támogatnánk, hogyha a módosításra kerülne, hiszen azt is aktualizálni kellene. Egyrészt a leszerelés folyamatok előtt állunk, másrészt pedig a Pax 2 aktualizálása miatt is úgy gondoljuk, hogy ennek szükségességet látna a négy az eddigi tapasztalataik szerint a társulás úgy látja, jó az együttműködés a szaktárcával, fogadókészséget tapasztaltak minden illetékes szakembertől.